A fenntarthatóság és a klímaváltozás okozta gazdasági, nemzetgazdasági és társadalmi kihívások voltak a központi témái az idén 125 éves Magyar Közgazdasági Társaság éves konferenciájának. Az 57. közgazdász vándorgyűlésén a köztársasági elnök legfontosabb problémának a népesség robbanásszerű növekedését, az urbanizációs folyamatokat, valamint a víz és az energiafelhasználás aránytalan mértékű felhasználását nevezte. Magyarországon ez 5,4 tonna az egyfőre első kibocsátásunk, az európai átlag 8, a kínai az 9, majdnem 9, az amerikai meg közel 20. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kinek milyen felelőssége van történelmileg, illetve kinek mit kell majd tenni annak érdekében, hogy a közös hajó ne süllyedjen el, akkor jó, hogyha azt is tudjuk, hogy az egyfőre első kibocsátás bizony igenis mérve kellene, kell tennünk majd, amikor az elszámolásokat készítjük. Ehhez pedig jó közgazdász szakemberekre is szükség van. Minden 150 évvel ezelőtt az iparosodással kezdődött, így a bolygó felmelegedése is. Ezt már a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter emelte ki előadásában. Magyarország hitelminősítésének alakulása egy a skála jó irányában tart. Mindösszesen ez oda vezetett, hogy ma már elmondhatjuk, hogy egy romló konjunkturális helyzet ellenére Magyarország az EU növekedési rangú sorának élére került 2019 első negyedévében. A miniszter hozzátette, vannak kihívások, amelyeknek meg kell felelni, hiszen Magyarországot is érintik. Ilyen például a 2019-2021-es időszak, amely a magyar gazdaság szempontjából fontos változásokat és mérföldköveket hozott és hoz. Én fontosabbnak érzem azt a szürke vonalat, a potenciális gazdasági növekedésnek az alakulását. Most lényegében 3,5% körül alakult ez a potenciális mutató. Tehát ez azt mutatja, hogy a szezonális és átmeneti hatásoktól leszámítva a magyar gazdaság most azért a korábbi majdnem nulla állapothoz képest, tehát 0 és 1 között volt ez 2010-ben, egy jóval magasabb gazdasági növekedésre állt át. A pénzügyminiszter szerint a belső motorok továbbra is erősek, az Európai Uniós források felhasználása nem járul hozzá jelentősen Magyarország gazdasági növekedéséhez.